a horgolt kis szívek küldetése, hogy a zsebben meglapulva nehéz időkben támaszt nyújtsanak a rendőröknek, mentősöknek, tűzoltóknak, katonáknak és ápolóknak. A kecskeméti mentőállomáson is átadták ma azokat a horgolt kis szíveket, amiket önkéntes emberek készítettek a hazahőseinek. Az összesen 380 darab szívet a mentősök nagy örömmel fogadták. Örömünkre szolgál, hogy a társadalmi megbesültségnek ilyen jelét is tapasztalhatjuk, hogy szabad idejükben emberek energiát, időt nem kímélve ajándékokat készítenek nekünk. És ez fontos minden mentő dolgozónak, mivel hogy a munkánkat úgy végezzük, hogy nincs szabadnap, nincs ünnepnap, nincs pihenőnap, és minden nap mindannyian azért dolgozunk, hogy a betegeken segíteni tudjunk. Ezért ez nagyon fontos számunkra, hogy megbecsülik a munkánkat. A kezdeményezés egy közösségi média poszttal kezdődött, ahol egy rendőr őszintén írt arról, hogy milyen körülmények között kell dolgozniuk. A bejegyzés egyik olvasója felajánlotta segítségét, azonban hivatali okokból ezt nem fogadhatták el. Ekkor jött az ötlet, hogy varjanak szíveket, hogy legyen egy kis kapaszkodójuk akkor, amikor hiányzik a család, nehéz a munka, vagy éppen fáradt az ember. Rövid időn belül az ország minden területéről csatlakoztak a kezdeményezéshez. Az országban több mint 290 nő fogott horgolótűt és készítette el a szíveket a hazahőseinek. A mai napon az összes megyeszékhelyi mentőállomáson kiosztották a Horgolj ajándékba szívet civil kezdeményezés ajándékszívecskéit.